56 férőhelyes bölcsödét épít az önkormányzat az Ulászló utcai saroktelken. Ezt jelentette be az első ütemben megvalósult park átadó ünnepségén dr. László Imre polgármester. A hosszú évek óta elhanyagolt területen tavaly októberben zúgtak fel először a munkagépek, ahová a park és a bölcsöde mellé házi orvosi rendelőt is terveznek. A növényekkel sűrűn benőtt telekre korábban egy hat emeletes, 46 lakásos társasházat épített volna az előző önkormányzati vezetés, amelyre heves tiltakozással reagáltak a környéken lakók, hiszen meg akarták őrizni a természetes zöld környezetet. Ezért az önkormányzat a civilekkel együttműködve tervezte újra a beruházást. Mérlegelni kellett az, hogy mégis kit szolgálunk. Azokat szolgáljuk, akik felelősség nélkül, a helyiek megkérdezése nélkül, úgy döntöttek, hogy itt épület lesz, vagy azokat kell szolgálni, akik végső soron 2019-ben megválasztottak bennünket. A fejlesztés eddig kormányzati ellenszélben zajlott, a telek egy része ugyanis állami tulajdon, az állami vagyonkezelő pedig már többször számon kérte az önkormányzattól, miért nem épülnek meg az előírt lakások. A polgármester ezzel kapcsolatban megjegyezte, reméli, hogy az állam, látva a szép eredményt, le fog mondani a több 10 millió forintos büntetésről. Simonyi Balázs, a Saroktelek 2.0 Facebook csoport civil képviselője is megköszönte a sikeres együttműködést, ami szerinte példaértékű. egy kerületnek így kéne működnie, hogy a viták mellett, meg a háttér mellett a nyilvánvalóan jó dolgokban konszenzusra kellene jutni, közös nevezőre kellene jutni. Minden forgatókönyvből szerintem a legjobb valósult meg. A Saroktelek parkjában az eredeti növényzet mellett több mint 2400 cserjét is évelőt ültettek, de biodiverz növényágyások és gyepfelület is helyet kapott. A parkban padok, ülőkék is vannak, de ivókút, minikönyvtár és okospad is a pihenni vágyók rendelkezésére áll.